Szép estét kívánok, köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, ahogy azt már a híradóban láthatták, hallhatták, ülésezett az egyes számú székesfehérvári lakás fenntartó szövetkezet, és hát első alkalommal fordult elő az, hogy a Fehérvár televíziós tábja bemehetett a küldött gyűlésre, és nem kintről zárt ajtókat vagy egyéb más veszekedéseket tudtunk rögzíteni, hanem bent voltunk, és van egyfajta nyitás, ezt elmondhatjuk egyik oldalról, de aztán a szövetkezeti tagok egy része még mindig úgy gondolja, hogy nem mennek rendben a dolgok. Őket köszönhetjük itt a stúdiumban ma este. Szabó Melindát, valamint Káprai Attilát köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük mi is a lehetőséget. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Most a nézőknek felhívnám a figyelmüket, hogy a telefonszámunk változatlanul 22-5-16-110 adásunk ideje alatt, tehát péntek esténként hozzá lehet szólni ehhez a műsorhoz, és már most azt is elárulom önöknek, hogy meghívtuk a Farkas Béla ügyvezető urat, valamint a Herceg József elnök urat is egy köztér műsorba, jövő hét pénteken pedig őket várjuk majd ide a stúdióba. Nos, hát azt gondolom, hogy egy viszonylag, legalábbis amit mi megszoktunk, ahhoz képest egy nyugodt tanácskozás volt. Mondjuk 2014-hez van hasonlítási alapom, illetve a tavalyi esztendőhöz. Bizonyos mértékig igen, tehát van bizonyos előrelépés, ezt nem is tagadjuk, de tulajdonképpen az is aggályos, hogy még mindig nem tudunk teljes mértékben élni a tanácskozási jogunkkal, a törvény biztosított a tanácskozási jogunkkal. Nem minden esetben adták meg. Azon kívül az is aggályos volt, hogy tulajdonképpen bizonyos dolgokhoz csak az egyebekben szólhattunk hozzá, amikor már elfogadták a küldőgyűlési határozati pontokat, holott az lett volna a lényeges, hogy a küldőgyűlési határozati pontok előtt tudjuk kifejteni a véleményünket, és kérni a küldötteket, hogy ne szavazzák meg ezért. Azon kívül már a televízió elment az egyebek pontnál, amikor szünetet tartottak, és az igazán csattanósabb dolgok akkor a később zajlottak, amikor már nem volt jelen a televízió. Mindjárt erre is visszatérünk, viszont hogyha már a küldőgyűlés meneténél vagyunk, akkor nekem egy dolog feltűnt, hogy mindenre nemmel szavazott. Semmivel nem tudott egyetérteni, vagy miért szavazott mindenre nemmel? Hát nálam két oka volt annak, hogy mindenre nemmel szavaztam. Az első és legfontosabb oka az volt, hogy a küldőgyűlést megezően volt egy intézőbizottsági ülésünk, ahol a körzeti igazgatónkat kértem arra, hogy adja ide a klubhelyiség kulcsát, mert szombaton szerettem volna egy lépcsőházi tájékoztató lakógyűlést tartani, ahol el szerettem volna mondani a tagoknak a küldődési anyagot, és szereztem volna beszerezni tőlük a véleményüket, hogy mit képviseljek a küldőgyűlésen. A körzeti igazgatónk egyszerűen megtagadta ennek a klubhelyiségnek a kulcsainak az átadását, és én nem vagyok hajlandó lépcsőházban idős embereknek székek, asztal nélkül ilyen lakógyűlést tartani. Én nem tudtam beszerezni a tagoknak a véleményét, hogy mit képviseljek a küldőgyűlésen, ezért szavaztam nemmel. De egyébként mi volt az indok? Hiszen, hogyha jól tudom, akkor a küldött az, aki képviseli a szövetkezeti tagok, a lakóknak az érdekét, az ő álláspontjuk szerint. Legalábbis az én tudomásom szerint ennek így kéne, hogy működjön, tehát akkor önnek jó lett volna, hogyha valóban ezzel a lehetőséggel és kötelességgel, tehát én szerintem ezt talán kötelesség élni tudott volna. Így van, hát egyik oldalról a lakásszövet vezetése mindig ez fontosnak tartja, hogy tájékoztassuk a tagokat, másik oldalon meg az ellenkezőjét műveli. Én mind Herceg József elnök úrnak és mind a felügyelőbizottság feladatát ellátó személynek megírtam ezt az esetet. Ez el is hangzott a küldőgyűlésen, hogy állítólag én úgy viselkedtem a korábban ebben a klub helyiségben, meg úgy hagytam ott, holott ezt mások is használják, nem csak én használtam egy évvel korábban, tehát azóta mások is használták. És kértem a Herceg József elnök urat, hogy mondja el ott a plénum előtt, hogy mi volt a valós oka ennek a kulcsátadás megtagadásnak, és nem volt rá hajlandó. Tehát ez a szokásos mentalitás, hogy majd elsismákoljuk a dolgot, meg keresünk valami olyan nem valós indokot, ami ugye nem tartozik a nagy nyilvánosságnak. Mert akkor ez küldőgyűlés előtt vagy után történt? Ja, nem, az egyebek pontnál, tehát a szünet után akkor nem voltunk kérdeztem erre rá, ő
mondta is, hogy megkapta az érdeklődő levelemet, hogy az a körzeti igazgatónk milyen jogon és milyen alapon tagadhatta meg ennek a klubhelyiségnek a használatát. Ugye gyakorlatilag, hogy nem adta ide a kulcsot, ezzel megtagadta a használati lehetőségét is. Ez azért is érdekes volt, mert az ügyvéd úr, Tettinger ügyvéd úr kimondottan a taktárs küldött és taktárs ellen fordult, és teljes értetlenségét fejezte ki, hogy nem érti, hogy miért szavazott nemmel. Hát erre már aztán fel kellett állnom, és mondanom, hogy nagyon-nagyon érdekesnek tartom, hogy egy ügyvédnek pont nem tudatosul az, hogy a küldötteknek a tagokkal, ha előzőleg meg kellett volna beszélni a tagokkal a küldött gyűlési anyagot, és a mi tagi véleményünk alapján kellett volna igennel vagy nemmel szavazni. Ez azért aggályos, mert feltételezem, hogy volt olyan küldött, aki erre időt és energiát áldozott, de a legtöbb küldöttnél ez nem így működik. Ahogy említettem, ugye mi is kint voltunk, sajnálattal csak a szünetig, de akkor nézzük meg, hogy addig az ott történtekkel kapcsolatban hogyan látta a küldőgyűlés menetét Herceg elnök úr. Korábban sosem forgott a Fehérvár televízió kamerája a székesfehérvári egyes számú lakásfenntartó szövetkezet küldőgyűlésén. Általában a zárt ajtókat tudtuk csak megmutatni és a kint zajló veszekedést. Mint ismeretes, a 2014-es botrányos küldőgyűlést követően a szövetkezet vezetősége elzárkozott a Fehérvár televízióban a nyilatkozati lehetőségektől. Több tag akkor a vezetőséget vont a felelősségre, többek között azért, amiért a tudtuk nélkül 2013-ban 717 millió forintos hitelt vett fel a szövetkezet. Elmérgesedett a viszony, időközben új elnök került a szövetkezet élére, aki rendezni kívánta a kapcsolatot a televízióval és a lakókkal. Én most nagyon örülök, hogy itt volt a televízió nyilvánossága is, itt volt egy képviselő is, ez az egyik. A másik, hogy felvettem a kapcsolatot, ugye, ahogy említettem, az a kis csoporttal, ahogy mondom, kis csoporttal, elbeszélgettem velük, lényegesen kevesebben vannak, mint abban az időben, de ahogy mondtam is, néhány fővel sajnos nem tudok egyetérteni, és ez beigazolott a mai küldőgyűlésen is, hogy vannak néhányan, akik mereven kötik az ebet a karod, és nem tudok velük egyetérteni. Azon kívül nagyon sok olyan szabályt alkottunk a gyűléseinken, igazgatósági gyűléseken, amik addig nem voltak jellemzőek. Ezek csak néhányat mondjak, például most rendbe tettük a pincebéleményeket, hasonlókat, garázsokat, tehát megalkottuk a garázsszabályt, a pinceszabályokat, és eddig is a helyére kerültek. A másik pedig, ami nagyon lényeges, hogy ez a bizonyos kis csoport, jó néhányan kértek tőlem segítséget. Minden esetben mindenkinek segítettem. Tehát ezek mind olyan változások, amit ők is azt mondják a lakók, hogy előtte nem voltak. És ahogy most is mondtam, továbbra is nyitott vagyok mindenkivel, minden taggal szembe. Ugyanígy, én remélem, hogy egy év múlva is itt találkozunk, és akkor ugyanúgy a televízióval, a médiával, illetve a polgármester úrral is tartom a kapcsolatot, és ő is azt mondta, hogy lényegi változásokat lehet az egészben. Igen, ugyanakkor azért voltak itt is pontok, amiben például Szabó Melindával is egyet tudott érteni, tehát hogy a közösségi kapcsolatok, hogy erősödjenek, illetve kapják meg a tájékoztatást, ez egy fontos pont továbbra is. Igen, hát a Szabó Melindával is, ha azt nézem, hogy egy évvel ezelőtt milyen volt a kapcsolat, két évet már nem is mondok, akkor most ahhoz képest lényegesen javult. De nyilván mindkét félnek engedni kellett, egyik. A másik pedig, ami nagyon lényeges dolog, hogy ennek a kis csapatnak, ennek a bizonyos ellenségnek, ha úgy mondjuk, egy ellenfélnek, nagyon-nagyon sok hasznos és jó ötlete volt. És én azokat végigvittem a szövetkezet vezetésén belül. És továbbra is várom ezeket a jelzéseket, mert vannak jó dolgok. Mint ahogy a Farkas úr is mondott néhány dolgot, neki is voltak jó ötletei, jó megérzései, meglátásai, csak ő mereven köti a saját lépcsőházára a dolgokat, és ez nem biztos, hogy így szerencsés. Ne közelednek az álláspontok, ami viszont mondhatjuk, hogy szerencsés. Így van, én továbbra is nyitott vagyok mindenkivel, minden taggal szemben. Én most is azt mondom, hogy 3941 lakást képviselek, és én továbbra is nyitott vagyok mindenféle dologgal, még akkor is, ha nem tetszik, vagy nem úgy van, megmondom a véleményemet,
közel legyenek az álláspontok. Ebből a kis csapatban nem egy tagot megnyertem, olyan értelemben, hogy például a mai hozzászólásokban is maradtak hárman, akik hozzászóltak. Nos, akkor ezek szerint javult a kapcsolat és közelednek az álláspontok. Hát érdekes megítélés, érdekes nézőpont, amit Herceg úr kifejtett. Talán majd egy következő köztérben hoznék be egy-két levelet, amit Herceg úr az utóbbi időben nekem is és egy-két taktársnak küldött, hogy mit ért azon, hogy javulás. Hát, de most azért a felszólalásában volt, amiben mondjuk támogatta önt, hogy például ugye... Hát igen, valóban az úgy van, hogy a szövetkezet vezetősége erőteljesen próbál, amikor felhozunk egy témát, hogy valami nagyon-nagyon rossz a szövetkezetnél, és megmondjuk a megoldást is, akkor a szövetkezet előáll ezzel a megoldással. Tehát bizonyos javulást mi is észlelünk, de ezt nem tartjuk elégnek. Tehát sokkal átfogóbbnak kellene lenni a szövetkezet gazdálkodásának, nincs meg a megfelelő tájékoztatás a tagság fele. Ha netalántán információt szeretnénk megbeszerezni bizonyos dolgokat illetően, akkor nagyon sokszor arroganciát, és ezt már a 15-ös köztérben is kifejtettem azokat a pontokat, 15 pont miatt éppen ezért rágalmazási pert is, vagy szövetkezett jogi személyének a megsértése ellen rágalmazási pert is indítottak ellenem. Hát minden pontba felmentettek. Tehát bizonyítani tudtam, hogy a vezetőség valóban nagyon arrogáns a tagság egy részével. Tehát ha kérdezünk, nagyon sokszor személyes sértésként kezeli például az ügyvezető, ha a bizonyos ügyekben kérdéseket merünk feltenni, főleg az elszámolásokkal kapcsolatban. Innen fogjuk mindjárt folytatni, Peresztegi Nagy Györgyné van a vonalban. Jó estét kívánok, ez itt a köztér. Várjuk a kérdését, véleményét. Üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok! Peresztegi Nagy Györgyné vagyok, a Palotai út 77-ből. Azért kérem az Önök most meghallgatását, mert mikor itt volt a tévében a Farkas úr meg a Herceg úr, nem volt módom elmondani hozzájuk a kérdéseimet. Most elmondanám, ha meghallgatnak. De ők jövő héten jönnek hozzánk, de meghallgatjuk nagyon meg szívesen. Baj. Azért szeretném elmondani, mert hát ha nem tudok itt telefonálni. Farkas igazgató úrtól szeretném megkérdezni, hogy az egyes körzet tagértekezletén, melyet 2018. február 12-én tartottak, miért nem adta meg a felszólalás lehetőségét részemre, tekintettel arra, hogy a meghatalmazott személy engem képviselt, és az általam adott meghatalmazás minden tekintetben megfelelő volt. Tudnélik. A lépcsőházunkban a 10. emelet 238-as lakás már 8-10 éve, hogy beázott, a tető felépítmény szigetelésével kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptam önöktől, a Farkas úrtól, hogy a garanciális javítási időszak lejárt. Mi a lépcsőház felújítási pénzünkből 2014-ben tető felépítmény szigetelése címén 586.780 forintot fizettünk ki. Erre nem volt garanciális javítási idő. Tudomásom szerint jelenleg is még érvényben lévő rendelet szerint 5 év, az viszont még mai napig sem járt le. Megjegyezni kívánom, hogy a fent említett lakásbeázás csak 2017-ben tüntették meg. Uh-huh. Igen, és a következő kérdése? Igen, igen. Azt mondja, hogy egy pillanat. Azt mondja, hogy megpróbáljuk jövő héten kapcsolni, mert az az igazság, hogy közben a műsoridőnk fogy. Folytatnám. Azt mondja, a Herceg úr pedig azt kérdeztem, hogy a lépcsőházunkban a vízórák cserediáját
2015-ben mind a 14 palotai úti lépcsőház megtakarított felújítási pénzéből kifizették, tudtunk és megkérdezésünk nélkül, méghozzá a szomorú, hogy a lépcsőház elszámolásból víz- és fűtésszerelési munka címén tüntették fel. A mi lépcsőházunk esetében 315 ezer forint, a 14 lépcsőház tekintetében 4 millió 426 ezer forintot tett ki. 2016-ban újra befizettük a fenti összeget, ugyancsak a vízóra cserére, de azt nem tudom, hogy miért. Tehát a lépcsőház megtakarított pénze az ugyanolyan pénz, hát az a miénk. Akkor miért kellett újra befizetni? Rendben, köszönöm és még szépen. Nem kaptuk vissza, mert én vártam a 2016-os elszámolást, de nem volt ott, hogy vízóra csere vagy vízóra miatt plusz bevételünk ennyi, hogy visszakaptuk a kétszeri kifizetés miatt. Köszönjük szépen, továbbítani fogjuk a kérdéseit, és akkor a legközelebbi adásban, hogyha nem tud betelefonálni, akkor továbbítani fogjuk, és köszönjük, hogy telefonált. Én azt gondolom, hogy ezek is a tájékoztatás és az információ mérsékelt áramlására utalnak ezek a kérdések, hiszen ilyen jellegű kérdésekkel önök is szoktak ideérkezni, ilyen témakörökkel, ilyen panaszokkal. Teljes mértékben. Tehát a hölgy is ugyanazokat a problémákat veti fel a lépcsőházi elszámolásoknál, amit mi is feszegetünk. Hiszen az előbb pont az elszámolásokat igen mondta. De a könyv, bocsánat, még esetleg annyit, hogy a könyvvizsgáló úrra kapcsolatban, a könyvvizsgálónak én is föltettem az idei küldőgyűlésen azt, hogy eltérően a 2015-ös küldőgyűlésen, amikor ő kijelentette, hogy csak két táblázatot, a mérlegés eredménykimutatási táblázatot nézte meg, azért nem tud válaszolni a küldött által feltett kérdése. Hát most megkérdeztem azt, hogy tulajdonképpen kaphatnánk-e arról részletes tájékoztatást, hogy mikor, mit, hogyan vizsgált a szövetkezetni, mert nagyon aggályos dolognak tartjuk azt, hogy kezembe került egy IB-ülési emlékeztető, és itt elhangzott az, hogy a könyvvizsgáló a küldőgyűlésen készít egy könyvvizsgálói jelentést a szövetkezet gazdálkodásáról, miután a küldőgyűlés a beszámolót elfogadta, utána írja meg a végleges záradékot, amit majd a cégbíróságra leadnak. Hát én úgy érzem, hogy nem utólag kellene egy záradékot írni a küldőgyűlési anyaggal kapcsolatban a könyvvizsgálónak, hanem előzőleg részletesen alakozni, hogy mit vizsgált, mire jutott, és miért, milyen jogcímen alapozza meg, hogy ez a kimutatás teljesen hiteles. Egyébként mennyiből gazdálkodik a szövetkezet? Nem emlékszem pontos tegnapi számokra. 500 millió forint fölött van. 510 millió. 510 milliós igen környéki nagyságrendű összeg. Ezzel kapcsolatban egy dolog, ami szintén aggályos, hogy vannak bizonyos dolgok, amik nagyon-nagyon magas elszámolási költséggel mutatkoznak meg a küldőgyűlési anyagban. Ilyen például az, hogy elég magas a takarítási díj. A szemétszállítást azt megértjük, mert ezt nem tudja befolyásolni a szövetkezet, de a tehemnek kifizetett költségmegosztós díja szintén magas, és ha megnézzük azt, hogy a béleményekből és a külső vállalkozásból befolyik 102 millió forint a szövetkezetnek, ennek ellenére, vagy ezzel szemben viszont a személyi jellegű kifizetések, tehát a munkabér és egyéb juttatások, azok több mint 107 millió forint. Tehát nem elég a béleményekből befolyt pénz arra, hogy működtetjük itt a rendszert. Köszönöm szépen. Közben a kollégáim jelezték, hogy Horváth Piroska van a vonalban, üdvözlöm, és hogy jól tudom, akkor reagálni is tud a felvetett kérdésekre. Jó estét kívánok, én Horváth Piroska vagyok. Én az előző betelefonálónak a véleményére szeretnék reagálni. Információállomásban azért szeretném tájékoztatni a hallgatókat arról, hogy Beresztegini levélben tájékoztatást kért azzal kapcsolatban, amit most a televízióban is felvetett kérdést, amire meg is kapta a tájékoztatást. Az, hogy esetleg nem tudott eligazodni a levélben foglaltakkal kapcsolatosan,
az egy másik probléma, de erre a választ megkapta. Tehát a tájékoztatás, én úgy gondolom, hogy megtörténik a szövetkezet részéről. Köszönöm szépen. Az az igazság, hogy én a betelefonáló problémáját nem tudom eldönteni, hogy ő most kapott erre tájékoztatást. Én csak azért szeretnék reagálni, mert ugye mindig az a probléma, hogy nincsenek megfelelően tájékoztatva a tagok. A tagok megfelelően vannak tájékoztatva, és minden beérkező levélre határidőn belül reagálunk. Tehát ezzel kapcsolatban ennyit szeretnék mondani. Köszönjük szépen a hozzászólását. Hát akkor a Peresztegi Nagy Györgyének azt tudom javasolni, hogy nézze meg a levelezését, és akkor keresse elő ott a választ. De természetesen jövő héten nyugodtan felkeresett minket itt a köztérben, és köszönjük szépen Horváth Piroskának a tájékoztatást. Megjegyzés. Annyi lenne, hogy a lépcsőházi elszámolásokat régebben valóban megkapták a 2004 előtt, mielőtt elkezdtük feszegetni, hogy 2004 előtt, mielőtt elkezdtük feszegetni, hogy bizonyos költségek nagyon magasak, ezek után az igazgatóság határozottan megtiltotta a lépcsőházi elszámolások kiadását, a tagokhoz való eljuttatását. Most a 14 óta, mióta a perek mennek, azóta bizonyos mértékig egyes házbizottsági elnökökön keresztül hozzá lehet jutni, de nagyon sok tagtól kaptam azt a panaszt, hogy hiába megy oda a házbizottsági elnökön, én nincs ott, nem tudja megnézni. A szövetkezet pedig nem hajlandó kiadni, azt mondja, hogy csak a házbizottsági elnökök kaphatják meg. Azon kívül itt elhangzott az, hogy minden levélre válaszolnak. A legközelebb majd összegyűjtök egy tucat levelet, amiben bizonyítani tudom, hogy olyan válasz hangzik, hogy a választ nem adjuk meg, az ügyben nem reagálunk. Tehát nem az érdemi kérdésre felelő válaszokat kapunk, főleg Farkas úrtól. Piroskától valóban én személy szerint akárhányszor hozzáfordultam, ő mindig segítőkész volt irányomba. Sőt, a tegnapi kérdéseire is azt mondta, hogy írásban meg fog jönni küldeni a tájékoztatást. Igen, igen. Én a Piroskát egy kimondottan intelligens nőnek tartom. Mindjárt folytatjuk, mert Attilával is még számos dologról szeretnék beszélni. A vonalban Budahegyi László van. Jó estét kívánok, ez itt a Köztér. Kezdjük akkor, jó estét kívánok mindenkinek. Annyit szeretnék csak mondani, hogy ön is említette, hogy javult a kapcsolat. Hát abszolút nem javult a kapcsolat, mert volt egy-két e-mail váltásom a Herceg úrral, és hát olyan felvetéseket tett, és olyan hozzá nem értésről tett bizonyságot, hogy nem hiszem, hogy közelednek az álláspontok. Másodszor pedig az, hogy a küldőgyűlésre a tagokat továbbra sem tájékoztatják, nem hívják össze, vagy így, ahogy tudom, hogy nem is engedik, hogy összehívassák a küldöttek a tagokat, és amikor a küldőgyűlésen a napi menni pontokat is felsorolják, utána lehet hozzászólni, akkor ez egy kutyakomédia, mert ez olyan, mint amikor a betegnek azt mondják, hogy akkor operál meg, amikor már meghalt. Hát akkor már semmi értelme nincs. Tehát nem értem, hogy mitől javulna ez. Tehát csak ennyi lett volna a hozzászólásom. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, köszönöm szépen a hozzászólást. Na ugye ezt sérelmezték és kifogásolták önök is, illetve a nemnél tartottunk, hogy miért szavazott minden kérdésre nemmel, minden határozottra nemmel. Még mielőtt erre válaszolnék, hagy fűzzek egy megjegyzést Horváth Piroska által elmondottakhoz. Ő azt állítja, hogy a tagok megkapnak minden tájékoztatást. Igaz, hogy ezt mondta az előbb a telefonban? Ezt mondta. Igen. Hadd olvassak fel egy bírósági mondatot. A bíróság a fentiek alapján megállapította, hogy a cég nem tett eleget tájékoztatási kötelezettségének, ezáltal működése törvénysértő, ezért a bíróság kötelezi 100 ezer forint felügyeleti illeték megfizetésére. Ez mikor volt egyébként? Ez 2017 februárjában, amit a győri törvényszék 2017 októberében jogerőre emelt. Tehát abban az évben született ez a végzés, amelyikről az igazgatósági és a felügyelőbizottsági beszámoló szólt. De hát a tegnap a küldőgyűlésen azt hangzott el, hogy törvényesen működnek. Igen, és, hogy... ezt szeretném elmondani az előző kérdésére. Hagy olvassam fel az igazgatósági beszámoló egy mondatát.
Az igazgatóság 2017-ben is a küldöttgyűlés határozatai, a hatályos jogszabályok, 2017-ben hatályos alapszabály, szervezet és működési alapszabályzat alapján látta el feladatát. És itt van egy jogerős végzés, ami arról szól, hogy a működése törvénysértő. Tehát ezért sem szavaztam meg a küldőgyűlési határozatokon, mert nem fedi teljesen a valóságot sem az igazgatósági beszámoló, sem a felügyelőbizottsági beszámoló. Mert a felügyelő biztos sem említi ezeket az eseteket, és én az idei a tagértekezleten külön felkértem Liszt Ferenc urat, aki ellátja a felügyelőbizottság feladatát, hogy számolja össze, végezzen ellenőrzést azzal kapcsolatban, hogy mennyibe került a szövetkezetnek azoknak a pereknek a költségei, amit ugye a tagság pénzéből kifizetnek, amit feleslegesen indít, vagy feleslegesen fellebbeznek, húzzák, halasszák az ügyeket, akár elviszik a kúriáig is, ahelyett, hogy megadnák a tájékoztatást az érdeklődő tagnak. Tehát ez a másik ok, amiért nem szavaztam meg a küldőgyűlési pontokat. Összességében akkor mi az, amire mondjuk nem kapnak választ? Én mielőtt erre válaszolnék, hadd reagáljuk az Attila hozzászólásához. Az Attilának ez az ügye is szóba került az egyebeknél a szünet utáni dologba. Akkor parázsvita alakult ki. Jobbára az ügyvezető és köztem. Én szóba hoztam a kúriai dolgokat, a bírósági pereket. És szóba került az, hogy tulajdonképpen hiába hoz első fokon, másodfokon elmarasztaló ítéletet vagy végzést a cégbíróság, a szövetkezet ez erre fittyet hány, de ez már többször szóba került. Na és akkor szóba került az is, hogy ellenem milyen pereket indított Farkas úr. Hát a szószoros értelmében mindenki előtt meghazudtott. Én akkor azt mondtam ott, hogy kénytelen leszek dokumentumokat bemutatni, tényszerű dokumentumokat. Tulajdonképpen 2014-ben hoztak egy olyan igazgatósági határozatot, amelynek értelmében mindenki ellen, aki úgy ítélik meg, hogy a szövetkezettel szemben nem megfelelően lép fel, bírósági eljárást fognak indítani. Itt az igazgatósági határozat, ez 2015-ös igazgatósági határozat. Na hát ennek a hatására, ha valóban nagyon sok tagtársam ellen büntető eljárást indította, hát az egyik tagtársam ellen indított büntető eljárásban az a nagyon érdekes, hogy az igazgatóságnak, akinek alapjában az lenne a dolga, hogy bennünket tájékoztasson és megtegyen értünk mindent, nem pedig az, hogy mindent megtegyen az ügybe, hogy a tagokat, aki kritikai hangot üt meg, az ellen fellépjen és bíróságra citáljanak. Tehát nagyon érdekes ez a beadvány. 2014. április 30-án tekintettel arra, hogy a felvételt Farkas Józsefné igazgatósági tag, aki ismerte a nyilatkozótevőt, tehát felismerte, és az igazgatósági tagok megerősítették azon a szándékot, hogy a büntetőeljárást a szövetkezet képviseletében megindítsák ellene. Tehát a hölgy egyetlen egy félresiklott, talán jelentéktelen mondatot mondott, a szövetkezet azonnal beperelte. Tehát ez a megfélemlítési eljárás, ez nagyon megy a vezetőségnek. Hát ellenem is rágalmazást indított Farkas úr, de mikor ki is jelölték a tárgyalás napját, el is mentem a tárgyalásra, mert a bíró elfelejtett kiértesíteni, hogy Farkas úr bejelentette, hogy a büntetőügyben a kérelemtől eláll, kérem az eljárás megszüntetését, egyidejűleg az általam lerólt illeték visszafizetését is kért, tehát az illetéket nem kapta vissza, de nyilván, hogy azért tett, mert rájött, hogy elveszíteni. Ez volt az egyik per, de van egy másik per, ami még jelenleg folyamatban van, ez a itt lévő per. Azon kívül a kúriával kapcsolatban is meghazudtolt, hogy hazugságokat állítok. Hát a tagtárs, amit felolvasta azt, én is egy ítélőtáblai végzést, én egy fővárosi ítélőtáblai végzést szeretnék felolvasni.
A fellebbezés, mármint a szövetkezet fellebbezése nem vezetett eredménye, tekintettel arra, hogy a feltett kérdések megválaszolása és iratbetekintés tárgyában is a lakásszövetkezet törvénysértő működése állapítható meg. Ez 16 júniusában ment, nyilván a szövetkezet nem nyugodott bele, kúriához fordult, de a kúria is helybe hagyta. Farkas úr azt állította, hogy nincs ilyen végzés, ha itt a kezemben a végzés, amiben kúria kimondta, hogy a szövetkezet nem a szövetkezet fellebbezését elutasította, de ugyan hasonló eset van, igaz, hogy a kúriai végzések még nem születtek meg itt a kezembe, de ami nagyon aggályos, hogy az egyik eljárásban a LOSZ segítségét kérte a szövetkezet. Farkas úr azt mondta, hogy ebben is hazudtam, itt a bizonyíték, amit beadtak, tehát a LOSZ jogásza által beírt papírt, csatolták. Tehát tudnál sorolni, igen. Azt hiszem, hogy tényleg órákon keresztül, hiszen csak rá kell nézni a dossziéra. 3 perc maradt a műsorunkból. Mi lenne önök szerint a megfelelő megoldás, vagy a megoldás fele vezető út? Az én megítélésem szerint, és a tagság többsége is az eddigi fórumokon összejöveteleken egyértelműen hangot adott annak, hogy Farkas úrnak mennie kell. Tehát én személy szerint úgy érzem, hogy mind erkölcsileg, emberileg Farkas úr alkalmatlan arra, hogy egy ilyen szövetkezetet vezessen. Én a szakmai dolgokban nem szeretnék belefolyni, tehát a szakmai hozzáértését nem vonom kétségbe. Elmégre, hogyha 30 éve egy ekkora intézményt vezet valaki, azért a gyakorlat az nagyon sokat számít, és mindenképp teljesen új alapokra kellene a szövetkezet működését helyezni. Attila? Az én véleményem az pedig az, hogy egy 9 fős igazgatóság van a szövetkezetünknél, akivel szemben egy 1 fős felügyelőbizottság látja el az ellenőrzést. De ez hogy lehet egyébként? Az baj, hogy a törvény ezt megengedi, de hogyha korrekt akarna lenni a szövetkezet vezetése, ez a 9 fős igazgatóság, akkor meggyőzni a küldötteket, hogy fogadjanak el egy legalább 3 fős felügyelőbizottságot. Mert itt tulajdonképpen azért belegondolhatunk abba, hogy van egy 3941 fős vagy taglétszámú szövetkezet, egy ekkora szervezetnek az működését egy fő nem tudja ellenőrizni, másik meg az, hogy egy 9 fős igazgatósággal szemben kell ellenőrizni, ugyanis a felügyelőbizottságnak a tagok érdekében kell eljárni. Zárszó előtt még egy telefonálót jelezték a kollégáim, hogy hozzá szeretne szólni valaki a műsorunkhoz. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én Komjáki Mária vagyok. Végignéztem az önök műsorát. Sajnos ez már az örökké visszatérő. Higgyel, mindenki unja ezt a műsort, kedves Viki. De annyit szeretnék a Melindának mondani, ha én egy munkahelyen nem jól éreztem magam, felmondtam és elmentem máshova, javaslom neki is, hogy menjen el másik lakásszövetkezethez. Ez már borzasztó unalmas. Köszönjük szépen, nyugodtan elkapcsolhatja a műsorunkat, a távirányító az ön kezében van, de örülök a véleményének és a hozzászólásának. El tudnak menni másik szövetkezetbe? Ön szerint önnek kéne elköltözni ott, ahol lakást vásárolt? Ezt rendszeresen megkapja a tag, ha a szövetkezethez fordul, az igazgatóság szövege, vagy pontosabban az ügyvezető igazgató úr szövege ez, hogy ha nem tetszik, el is lehet húzni, el lehet költözni. Amivel ahelyett, hogy az igazgatóság próbálna egy valóban jogszerűen működő szövetkezetet működtetni, így viszonyul a tagokhoz, ami az én szememben elfogadhatatlan. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk ma, és fogjuk még folytatni itt a témát. Jövő héten éppen a Farkas úrra és a Herceg úrra. Köszönöm, hogy itt voltak. Mi is köszönjük. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, tehát köztérre legközelebb 1 hét múlva számítok majd a figyelmükre, viszontlátásra.